Hello, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. És na jó, ezt a PGT Style Test inkább hagyjuk a rákba. Szóval, itt a kövi Skyblock Vidinyó. Na, akkor mondom, hogy mik a fő fejlemények. Elvileg már, ha minden igaz, akkor nem. A leges, így van. Most, amit a legjobb áron el tudtok adni, az a Dathis puskapor. Ebből kiindulva, a Creeper az új meta. Na most, még egy kis fun fact, a Creeper 0 és 3 item között droppol, azaz ugye jóval többet fog droppolni, mint a többi spawner, tehát azért érdemes lesz majd beruházni egy-két spawnerre. Apropó webshop. Itt ugye van a webshop, kiraktam 200, tehát lehet most már venni olyan jogosultságot, amivel 200 hoppert tudtok lerakni a szigetetekre. Már ugye nagyon-nagyon sokan kértétek, és úgy voltam vele, hogy akkor miért ne. Maximum, ha ténylegesen sok hopper lesz, és fog lagolni a szerver, akkor majd kivesszük ezt az opciót. Szóval, ja, ami úgy még itt fontosabb cuccoska, hogy szintén a kezdő játékosoknak még egyszer elmutatom, hogy itt van ugye, itt a meta szokott lenni, a heti meta, 4x64 spawner. És akkor itt még van cuszli-muszli, nem itt, de itt is van. Jó, nem tudom kiszedni, de ott is van spawner, meg még itt is van spawner, ezt nem tudom, hogy kiszedtem-e. Nem, de itt is van spawner, meg ott is. És akkor itt most a képernyőn láthatjátok, hogy van a mostani sorrend. Annyi lenne a legfőbb kérésem, nagyon szépen köszönöm az előző videóra több mint 30 lájkot, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Annyi lenne a kérésem, hogy komment szekcióba írjatok már ötleteket, hogy mi az, amit be lehetne hozni, esetleg Discordon ténylegesen nagyobb változásokat, amiket szeretnétek. Mert ez a metás rendszer is a ti ötletetek volt, és eléggé bejött nektek, és mai napig szeretitek, szóval, ja, és ez is szintén egy olyan dolog itt Magyarországon, amit igazából máshol nem látok, hogy heti szinten változnak az árak, és ennyire kedvelni, más szerveren van ilyen. Úgyhogy ja, ez is a mi nevünkhöz fűződik igazából, nagyon szépen köszönöm ezt az ötletet is, és várom komment szekcióban a többi olyan ötletet, ami szintén ilyen kreatív, mint ez. Meg ami megvalósítható, esetleg megvalósítást is várok. Azt inkább Discordon, szóval ja. Sziasztok srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Na hello!